Kisebb sérülés hátráltatta a jó futásban. Lassacskán mindenki a helyére kerül. És start, elindult a 2018-as Kincsemdi Nemzeti Galopliga 7. futama. A startot követően egyelőre azért komoly talán a pozíció, harc, esti fény feltűnik a frontban, Eszkándár a legyetember. És nagy kérdés, hogy ki lesz majd az, aki elmegy vezetni esti fényen, ezt úgy tűnik, hogy nem szeretné felvállalni Nagy Tamás, hogyha Eszkándár marad az élen. Mögötte bent a falon Kilvörd autor is közel van, kívül pedig Zoriana és nagyon-nagyon szaporáz a Portorikos is az élmezőny tagja egyelőre, amikor kereken egy kör van még hátra a futamból. Big futott a középmezőben, Rosenfire pedig egyelőre Sárkányfűvel egyetemben zárja a sort. A kanyarhoz érve Eszkándárnak van egy jó másfél-két osztos előnye a két favorittal szemben, hiszen ott van mögötte kívülről Zoriana, bent a falon pedig esti fény, a folytatásban Kilvörd. Kilvörd mellett autor galoppozik, aztán jön Portorikos és Bigfoot, Freddy Mercury, Sárkányfű, Rosenfire még mindig a sor végén. Nem tűnik azért rossznak a tempó, de azért viszonylag együtt galoppozik a mezőny. Eszkándár előnye mindig legalább másfél osztosra tehető az üldözőkkel szemben. A túlsó oldalra fordulva Eszkándár, Zoriana, esti fény még mindig a sorrend, majd jön Kilvörd és autor kettőse. Bent a falon mögöttük Freddy Mercury, mellette Portorikos versenyez, kívül pedig Bigfoot is viszonylag közel van. 3-4 hosszal leszakadva tőlük Sárkányfű és Rosenfire egyetemben, nekik kell majd a legtöbb teret jóvá tenniük. Az üggeti átjárót hagyja lassacskán a mezőny, úgyhogy rövidesen jön a verseny utolsó 1000 métere. Eszkándár még mindig őrzi előnyét a többiekkel szemben. Eszkándár, bent a falon mögötte Kilvörd, mellett esti fény és Zoriana, Marjon autor, Freddy Mercury, Portorikos, Bigfoot, Rosenfire és Sárkányfű. Még mindig semmi nem dőlt el, ez a 2018-as Kincsemdíj, és elindulnak a favoritok. Jön esti fény, jön Zoriana, felgalopoznak Eszkándár mellé, mögöttük a két tréningtárs, Kilvörd, valamint Portorikos, Freddy Mercury és autor mögöttük a sorrend. A kanyar végén elindul esti fény, könnyedén, nagyon-nagyon jó jön esti fény mellett a Zoriana, Kilvörd, de kicsit kell lovagolni, jön azonban Portorikos, jön autor, Bigfoot is megindul a háttérből. Esti fény az élen az utolsó 400 méter kezdetén, és esti fény szerencsére jobban jön, könnyebben jön, mint Zoriana. Esti fény kezd távolodni a többiektől, esti fény vezet, jön Portorikos, esti fény, Portorikos, illetve Zoriana egyelőre az első három, kívül autor gyújtja be a rakétákat, a távoztrophoz érve, esti fény vezet, Portorikos egyedül most már, aki esetleg meg tudja közelíteni, de a derbi gyerő egyelőre vezet, meg lehet a magyar győzelem, esti fény, Portorikos a sorrend, és esti fény Nagy Tamással megnyeri a Kincsemdíjat, magyar győzelem, esti fény, Portorikos, Rosenfire, Eszkándár a negyedik autor, az ötödik. Hát esti fény, a pálya legjobb lova erre a távra, azt hiszem, ez most már teljesen egyértelmű, már legutóbbi győzelme is minden kétséget elosztatott, ez pedig teljesen egyértelművé teszi, hogy a Diós Pusztai Telivér esti fény a kimagasló telivére most 2018-ban a pályának. Fantasztikus volt. Portorikos próbált mindent elkövetni ellene, de hát nincs ellene gyógyszer. Gyakorlatilag már ugye a kanyarnál élre állt, itt kontrollálta igen, a versenyt. Igen, nem engedte el az ellenfeleket. Valóban kontrollt tartott az eseményeket, felügyelte a többieket, ellovagolt, és ugye azért volt egy komoly ellenfél, mert Portorikos nagyon elindult, de volt akkor előnye vele szemben, amit már és nem engedett ki. Vert meg, azért nem. Nézd meg, ott van autor, ő is nagyon jött. Az Zoriana verbe autor a végén jön, és Rosenfire lesz majd a harmadik, tehát azért Rosenfire is hozza úgy fest a jobb formáját, Eszkándárt előzve. Tulajdonképpen a sanszok közül Zoriana gyenge futása az, ami őket. Hát meglepetés. 10-es, 6-os, 7-es talán, ugye nyilván a célfotó lesz. 4. Eszkándár, 5. autor, 6. helyre jön Bigfoot, Zoriana, csak 7. Freddy Mercury,